A biokémiai folyamatokat enzimek katalizálják. Az enzim működés lényege az aktiválási energia csökkentése, így a reakciók gyorsítása. Ebben a kísérletben tejből fogjuk kimutatni a xantin oxidáz enzimet. Kettő kémcsőbe friss tejet öntünk. Az egyik tejmintát borszaszégő segítségével felforraljuk. Hát felforrt a tej. Mind a két tejmintához formalint adunk, 1-1 millilitert. És mindegyikhez 3 csepp metilénkék oldatot csepegtetünk. Közben elkészítettük a 60 fokos vízfürdőnket. Mind a két kémcsövet összerázzuk, és belehelyezzük mind a kettőt a 60 fokos vízfürdőbe, és megfigyeljük, hogy mi a kettő tejmintánál a különbség. Tehát mi a különbség a forralatlan és a forralt tej között. Néhány perc 60 fokos vízfürdőben történő melegítés után kivesszük a kémcsöveket, és megnézzük, hogy mi a különbség a forralt és a forralatlan tej között. A bal kezemben a forralatlan tej van, a jobb kezemben pedig a forralt tej. A forralt tejnél tapasztalunk fehér csapadék kiválást a kémcsőnek az alján. A forralatlan tejnél pedig nincsen ilyen.